Az Országos Katasztrófa Ellen Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatára vonatkozólag kerül most sor eszközátadásokra. Ez a pályázat 120 millió forintos pályázat volt, megyénkből 20 tűzoltóegyesület, önkéntes tűzoltóegyesület nyújtotta be pályázatát, és most jelenleg 15 van itt, akik eszközöket is nyertek. Volt olyan egyesületünk, aki egyéb pályázati lehetőséggel értél, például gépjárműfelújítás, üzemanyagköltség elszámolás, légzésvédelmi berendezés felújítása. Jelenleg kifejezetten tűzoltó szakfelszerelések és kiegészítő felszerelések átadására kerül sor. Ez körülbelül 3,5 millió forint értékben van itt most a padokon elhelyezve. Köszönöm szépen! Ahány egyesület, annyiféle feladat? Az most már azért van elég adatbázis hozzá, hogy össze lehessen mérni. Kinek milyen speciális igénye van? Mi az, amit esetleg úgy igényelnének, hogy elsőre talán nem is látszik életszerűnek, de az igazgatóság azt mondja, hogy jogosnak találja. Valóban, tehát első körben mindig a működési terület szerinti hivatás tűzoltóparancsnokság bírálta el, hogy valóban a pályázat által megfogalmazott igények valósak-e. Azt követően a második lépcsőben a katasztrófa-elleni kirendeltség, most így tovább az igazgatóság. Megvizsgáltuk valóban, hogy az az önkéntes tűzoltóegyesület, amely az adott szakfelszerelésre pályázik, valóban teljesít-e kellő számú tűzoltói beavatkozást, akár tűzeseménynél, akár műszaki mentésnél, és ennek fényében született meg a támogató döntésünk.